Két bögre meleg, de nem forró vizet töltsél bele a robotgépednek a tájába. Egyharmadnyi élesztőt vágjál le, és egyszerűen így morzsold bele a vízbe, úgyhogy teljesen elegyedjen, hogy egy ilyen tejszerű vizet kapjál. Félbarna kenyérliszttel fogok most kenyeret csinálni, mert hogy neked is ez van otthon. Ezzel a bögrével mérem ki a lisztet, mindjárt mondom, hogy hányat vesz föl. 5 bögre liszt ment bele, és berakom a dagasztógépbe, hagyom, hogy dagassza, és ehhez az 5 bögréhez hozzá fogok rakni 5-6 mokkás kanálsót. Tehát ehhez az egészhez, amit eddig elkészítettem. Hogyha kicsi a mokkás kanalad, akkor, tehát a lényeg az, hogy csapott mokkás kanalat rakjál hozzá, nehogy túl sós legyen, és akkor lehet még hozzátenni akár búzakorpát, meg tudsz még hozzátenni lenmagot is, én ezt kávédarálón leőrlöm, de lehet venni már előre őrölt lenmagot is. Így. És hogyha túl összeáll a magoktól, akkor pedig adok hozzá egy pici vizet, de úgy látom, hogy ez jó lesz, figyelgetni kell egy picit. És hogyha így összeáll a tészta, akkor igazából semmi dolog nincsen, mint a legkisebbre venni a dagasztó funkciót, és hagyni, hogy akár egy 20 percig itt tekergesse a gép. Nézd, csak ilyen állagúnak kell lennie a tésztájának. Nem puha, nem kemény, hogyha lerakod, akkor nem folyik szét, de nem is olyan kemény, hogy nehéz lenne az ujjadat belenyomni. Mindjárt mutatom. Mindjárt. Csak, na, álljál már meg. Látod, Timi? Ilyen. Ilyennek kell lenni a tésztájának. Így. És akkor visszarakjuk a legkisebb fokozatra, és egy 15 percet itt kevergesse nekem szépen, vagy 20-at. És akkor így 20 perc után nincs más dolgot, picit így gömböckét csinálsz belőle, belisztezed, és egy olyan konyharuhával, ami nem öblítőszagú, vagy akár egy papírtörlővel, fogod, lerakod, és így hagyod kelni. Ez körülbelül egy óra lesz, majd nézem, és akkor mondom. Itt van a tészta megkelt, lelisztesztem a konyhapultot, és fogom ezzel a habkanállal, vagy kézzel, egyszerűen a kétszeresére, jó kétszeresére kelt tésztát kikelten. Na, itt vannak a hólyagok, látszik, milyen szépen megkelt, és fogom, és most így átgyúrom egyik irányba is, csak persze két kézzel, meg a másik irányba is, így átgyúrom a tésztát 4-5-ször, mindjárt mutatom tovább. És hogyha megvagy ezzel, hogy így jó 5-ször átgyúrtad, akkor fogod, és rárakod sütőlemezre, letakarod, megint ugye olyan konyharuhával, ami nem öblítőszagú, vagy papírtörlővel, és akkor itt hagyjuk megint egy picikét kelni. Tehát gyakorlatilag a legtöbb idő azzal megy el, hogy kell a tészta. Megkelt a kenyér, elég hamar, körülbelül fél óra alatt ilyen szép lett. Berakok a sütőbe, fémbögrébe 2 deci vizet, és be kell állítani a sütőt 220 fokra. Úgy, és beletesszük a kenyeret. Nem várom meg, hogy bemelegedjen a sütő, látod, még fűt, mert amíg melegszik a sütő, addig is kell a kenyér, és amikor a sütő fölmelegedett a 220 fokra, akkor 45 percig sütöm a kenyeret. 35 perce, hogy beraktam a sütőbe, de tudod, nem volt fölmelegítve, és ott van a kenyér, még egy 5 perc és kiveszem. Tehát, hogyha hideg sütőbe rakod egy 40 perc, akkor elég lesz neki. És mindjárt lemérem, hogy hány kilós lett a kenyér. Na, itt vagyok egy
45 perc után, látod, ilyen gyönyörű lett, így néz ki, fogod, kiveszed, és kirakod rácsra hűlni. Mindjárt lemérem, hogy mekkora lett a kenyér súlya. Na, itt is van, 1 kg 25 deka a kenyér, és ugye, hát hogyha megnézed, volt a 2 bögre víz, az 5 bögre liszt, 1/3 élesztő, 4-5 csapott mokkáskanál só, ezt ugye összedagasztotta a gép alaposan, kelni hagytuk, formáztunk belőle bucit, fél órát megint kelni hagytuk, és 40 percet sütöttük. Sok sikert!